Két év után ismét Háromszékre látogatott az egyik legismertebb magyar rockzenekar, az Ossian. Az EMI szervezésében zajló szombati diák együttesek találkozójának főzenekara a tehetségkutatón fellépő csapatok koncertsorozatát zárta. A rangos zenei tehetségkutatóra és találkozóra immár harmadik alkalommal került sor Sepsiszentgyörgyön. Idei diák együttesek találkozó a legfőbb jellemzője a sokszínűség. Értem ez alatt azt, hogy több mint 60-os zenekarai lépnek föl, ugye székelyudvarhelyi, gyergyó, szentmiklósi, sepsiszentgyörgyi, brassói és csíkszeredai zenekarok, mint a műfai felhozatalt, illetve is a raptől, a hard rockig, meg az extrémabb metalig mindenki felsorakozott itt a mai nap. És sokan nem tudják, de a 90-es években, 1990-től 1998-ig működött ez a tehetségkutató, közel 10 éven keresztül. Az elmúlt évtizedben senki nem szervezte meg, így az EMI, a Diák Önkormányzat, a Székely Mikó Kollégium Diák Tanácsa két évvel ezelőtt azon gondolkoztunk, hogy újra kéne indítani is. Van létjogosultsága a rendezvénynek, és reméljük, hogy még sokáig tartunk. Ebben az évben sem maradt visszhang nélkül a fiatal, tehetséges együttesek bemutatkozását célzó EMI rendezvény. Több száz fiatalt sikerült mozgósítani és néhány órára összehozni, bulizni hívni az új sportcsarnokban. De 600 jegy fogyott el elővételben, ami azt jelenti, hogy este az Oceanummal több mint 1000 ember lesz, ilyen értelemben, mivel sikeresnek is nevezhető a rendezvény. Egy közel 50 fő szervezőcsapat is vigyáz a rendre, tisztaságra, mindenkinek megvan a feladata, ezek jól le vannak osztva. Szombaton délután a város minden pontjáról özönlöttek a sportcsarnok irányába a fiatalok. A kedvenc zenei műfaj tükrözendő, talpik feketében vagy bőrcsekibe bújva, szegecses kiegészítőkkel és az elmaradhatatlan hosszú hajjal. Hasonló öltözetben összesen 8 zsűritag követte figyelemmel és pontozta a fellépők produkcióit a háttérből, szakmai szempontokat figyelembe véve. Jó látni, hogy a fiatalság azért valamennyire a zenét kedveli és próbálgassa is csinálni. Nincsen kiemelkedő banda, de vannak jók. Hát például az Elendil, a Chance at Last Day is egész jó. Volt a Candelabra, az már fölépett, hát az énekesnő lenyűgöző, tehát azért vannak egyéniségek. Többen említették a nevüket, így megkerestük a marosvásárhelyi Elendil együttes tagjait. A fellépők közül ők egy különleges zenei stílust képviseltek. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy ilyen bemutatkozási lehetőség esetén a díja fontos, vagy inkább a részvétel. Én azt gondolom, hogy valahol mind a kettő, mert szerintem aki itt fellép, az mindenhol nyer, mert az emberek meghallgatják, meglátják, hogy egy csomó reklám, internet, újság, stb. Persze a díjak is nagyon fontosak. Úgy gondoljuk, hogy beleadunk annyi apait, anyait a zenénkbe, hogy valamerre juttasson és minket szeretnénk megmutatni sok embernek. A 10 fellépő diák együttes egyenként 40 perces előadással lépett színpadra, a rendezvény hang- és fénytechnikáját biztosító cég idén ahhoz is hozzájárult, hogy a fellépő zenekarokról minőségi hangfelvétel készüljön, hiszen a legtöbb diák zenekarnak nincs lehetősége stúdiófelvételt készíteni. Estére zsúfolásig megtelt a nézőtér a diák együttesek találkozóján, s bár az eredeti időponthoz képest késve kezdődött a meghívott zenekar koncertje, az Ossian rajongó táborát a régi és új dallamok bőségesen kárpótolták.